május végétől küldött az ajánlatot a Wolfsburg, és hát most sikerült megegyezni a két csapatnak az igazolásra. Szerettem volna kipróbálomat egy külföldön mindenképpen, és jól esett az, hogy kerestek külföldön is, de elsősorban a Honvédban szerettem volna játszani, de mivel nem tudtam volna a kezdőként szerepet kapni, ezért jobb volt ez a választás, külföldre kívánni. Voltak-e más ajánlataid ezen kívül? Hát külföldi nem tudok róla, az elföldön volt hát MB2-es csapat, de jobb a most ez a német lehetőség szerintem sokkal jobb, mint az MB2-es csapatban mentem volna. Mennyi esélyed van felkerülni az első csapathoz, és készülhettek-e a kerettel? Most még pontos információt én sem tudok, mert csak holnap, ha valaki napot tudom, hogy orvos vizsgáltam a cegrés, és már délután edzek, azt nem tudom, hogy melyik csapattal, de mindenféleképpen az a szerint, hogy a felnőtt csapattal legalább edzek, és akkor ott minél többet tudok tanulni a többi játékost. Persze van hiányérzetem az NBA-gyel kapcsolatban, hogy nem sikerült gólkodnom, meg nem bent úgy a játék, ahogy szerettem volna, de most van egy új lehetőség, új kulcsoknak kérni. Új országban, hát most kiderül az, hogy mennyire vagyok kész esetleges külföldi karrierre, vagy egy tényleg most egy évet leszek kint, és meg tudom bizonyítani azt, hogy kell-e, vagy egyáltalán nem. Biztos nehéz lesz most a távolság is, főleg tesó most így beolvasott játszik az NBA-be kezdőként, a Honvédnál. Jó is játszott, így nehéz lesz most itt bele is beszélni, támogatni, de most ez a legkevesebb szerintem. Találkoztál esetleg már az új csapattársakkal akár korábban is? Lesz-e támaszod, kire támaszkodhatsz? Én voltam kint próbálhatnék a 3 éve a testvérem, a Dávidra. Hát most abban a csapatban nem tudom, hogy most kik maradtak, vagy kik lesznek, de most csak holnap fogok velük szerintem találkozni. Hát nincs olyan támaszom, aki segítsen, de már többen így, akik Németországban fotóznak, hogy bármi kell, akkor tudnak segíteni. Szerencsére, szóval nem leszek egyedül.